Most csak azért, mert ugye tanulunk, ebből az okból kifolyólag először fogjuk meg, és az öppend előtt a szétcsapott, beolvasott egy sort, bontjuk már, tegyük meg azt, hogy a vezetéknév és a keresztnév az ne két külön cellában. Nem zavar egyébként az érettségi szempontjából úgy, ahogy van, hiszen mindig ki tudjátok írni a listából, hiszen a nullás és az egyes elem lesz a vezetéknév, keresztnév, de csak azért, hogy egy kicsit gyakoroljuk a listákkal való bánásmódot, ezért rakjuk össze. Tehát azt mondja, hogy csináljunk egy olyat, hogy először is az egy sort helyett azt mondja, hogy egy foglalás, hiszen most egy foglalásunk van, foglalás, azt vegyük ki. Tehát így ez egy lista lett, hiszen levágtuk a string végét, és szétdobtuk a splitter szóközök mellett egy. És tudjuk, hogy az egy foglalásnak a név része, az úgy néz ki, hogy az egy foglalásnak a nulladik eleme, plusz egy szóköz, plusz az egy foglalás, egy foglalásnak az első sorszámú eleme, az alkotja a nevet. És akkor innentől fogva, ugye, amit mi hozzá akarunk adni, az egy új lista, nem pedig az egy mit írtam ide, foglalás, jó, foglalás, mindig elgépelem ezeket a betűket, egy foglalás, aminek az első eleme a név, a második eleme az egy foglalás, második eleme, hiszen ez az időpont, és a harmadik eleme pedig az egy foglalás a harmadik eleme. Így létrehoztam most egy új listát, és a lista elemei a létrehozott név, a vezetéknévből és keresztnévből, az egy foglalás listának a második sorszámú eleme, illetve az egy foglalás listának a harmadik sorszámú eleme, tehát a mikor foglalt. És ezt, mint listát rakom bele a foglalások tömbbe. Na nézzük meg, hogy működik, illetve mi lesz a különbség, ezt most csak azért, hogy lássuk, elmentettem, kikommenteltem, lefolytam, és megint azt mondja, hogy egy foglalás is not defined, igen, mert ez nagy F-fel kellett volna, hogy írjam, nem baj, legalább látjátok, hogy a tanár is ember, és hibázik, azt mondja, hogy itt kezdődik valahol, mindjárt, mindegy, bárhol benézhetünk volna, de itt van, nézzétek csak, csorba ede, most már nem két különálló elem, hanem egyetlen elemként van jelen, és a többiek pedig ugyanúgy megvannak. Oké, tehát ez volt a szétszedés. Most jön a dátum és idő a következő videóban.